Ez itt a Tai 43-as. Ez egy szovjet LB-telefon. És itt mondom el, hogy a most bemutatott telefonok, azok gyakorlatilag a magyar néphadseregben használt összes típust lefedik. Ez volt a cél, hogy az összes típust összegyűjtsem. Ez itt a kagyló, ez az alaphelyzet. Itt szintén a TBK1-hez hasonlóan kialakítottak egy kagylóhelyet. Így néz ki. Itt van az adásvétel, váltó. Ennek különösebb tartozékai nincsenek, egyedül a kurbli, ami nélkül az LB telefon nem LB telefon. És itt az oldalán van egy nyílás, ami rugóval van biztosítva. És egy picit eltartjuk ezt a hevedert, meg is ütközött. És az ismert szabályok betartása mellett megtekerjük az induktort. Ilyen hangja van. Így néz ki. Egy zárócsavar oldása után fölhajtható a teleptartó rekesz. Itt van az eredeti telep, természetesen ebben már nincsen feszültség. A leírásában az szerepel, hogy a szovjet mérnökök nem kis erőfeszítés árán megalkották ezt a telefont, amely másfél volttal is képes működni. Ezt külön kiemelték. És akkor azt, ahogy már az előző telefonoknál igen, megszokhattuk, itt van az eredeti és az után gyártott telep. Ennek a felső rész kihúzásával válik láthatóvá a szerkezet, és szintén a már ismert góliátelem tartó van benne. És ha ez a készülék üzemben van, akkor én is másfél voltam üzemeltetlen.